Pacsi mindenkinek, sziasztok srácok, először is boldog új évet, másodjára már is itt vagyunk a következő ládanyítós videóval, ahol a maradék ládát fogjuk kinyitni, ami a Nightlife-ból megmaradt. Borzasztó sok ládát nyitottunk a Nightlife-ban, szerintem összesen Overwatch-ban nyitottunk vagy 40-et, vagy 45-öt, bocsánat, Hearthstone-ban nyitottunk 40 paklit, meg nyitottunk vagy 20 lol ládát. És most a maradékot, úgyhogy egy kicsit, nagyon sokat öö, vettünk, ezért most egy kicsit lájtosabb ládanyítós videó lesz. Azaz az összesen 7 ládát fogunk kinyitni, van egyszer 5 darab, ezt most vettem a Silent Nights uh, Snowdon chest, uh, ezt fogjuk kinyitni, van 77 cukorkám, amit most kitakarok, de ott van 77 cukorka, és képzeljétek el, meg az első uh, Ultimate Skint, ami egy DJ Sona, és ez nincs is meg, úgyhogy ez az első, illetve ez az utolsó Ultimate Skin, ami nincs meg jelenleg a játékban, úgyhogy ezt kéne kinyitni. Ezt fogjuk majd kifarmolni, amihez kell nekünk 3000 eszencia, de rengeteg más skint, skint is nyitottunk. Tehát borzasztó sok jó skinünk van most, amikkel nem is tudom, mit fogok csinálni. Azt tudom, hogy craftoltam Nightlife-ban, amire úgy emlékszem nagyjából pár dolgot. A ragdoll azt nem fogjuk kiszedni, az biztos. De, de rengeteg, rengeteg jó skint van itt össze-vissza, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a mostani ládákból mit fogunk kapni, meg van rengeteg karakterünk, de hát az minket most annyira nem érdekel. Szóval, Kezdjük is el. Először az alapládákkal. Helyett. Öt ládánk van, bocsánat. Elfejtettem, hogy ez csak... Nincs több kulcsom. Fak! Jó van, se baj, akkor öt ládával fogjuk nyitogatni a dolgokat. Nézzük. Hülye vagyok, elfejtettem, bocsánat, hogy nincs több kulcsom. De nem baj, van egy Warden Nautilus-unk. Ez jó. Ez pofás. Kaptunk cukorkát, Kaptunk egy Poro King Treasure Chest Fragmentet, ami nagyon fasza mert így van kettő. És egy gemstone -t. Ez nagyon jó fej volt ez a láda gyerekek. Ez nagyon jó fej volt. Át is forgsoljuk ezt viszont egy chest és ki is nyitjuk akkor azt. Na illegál tényleg ki tudok nyitni plusz egy ládát, kaptam egy kulcsot és kaptam még egy ládát. Nézzük, jó. Akkor nyissuk a ládát. Ó, oh, egy szorakaszkin, Skin, ez nagyon jó. És ennyi. Nézzük a következőt. Négy ládánk maradt. Mi Ó, Lightsbane kartyús. Ez jól néz ki. És három cukorka. Bízunk benne, hogy kapunk még egy porú királyládát. Warden Jax, Cukorka. Jó, szóval most Warden skinek, meg Lightsbane skinek, meg ilyen vicces skinek vannak. Amik jól néznek amúgy ki. Tehát a kartyús skin ez nekem kifejezetten amúgy tetszik. Tehát szerintem... Um, nem lehet megnézni, fak. Nem tudom így megnézni, így képen. Azt hittem, így meg lehet figyelni. Se baj. Maradék két ládát nyissuk ki, bízunk benne. Bízunk benne, hogy kapunk még egy poró király legendáját. Most a Timu sapi nincs itt sajnos, úgyhogy a saját szerencsénkre kell támaszkodnunk. Egy Warden karma és ö, édesség. Ugye ezek ilyen Warden ö, ládák, most ez a Style Nice ö, dolgok. Hm. Na hát, Hát bízunk benne, hogy az utolsó tartalmaz nekünk egy poró király láda darabkát. Léci! Ó, az eszkin, a maradó eres. És végül, Snowdon Sweet, de nem tudok beszélni. Viszont nem kaptunk több. Ö, nem kaptunk sajnos több poró király ö, úgyhogy azt nem tudjuk sajnos kinyitni. De se baj, van cukorkánk, és a cukorkából most ki fogjuk tudni kraftolni azt, amit még két vagy egy videóval ezelőtt beszéltünk, hogy mégis milyen, uh, milyen, milyen, ikont kraftoljunk ki. Ugye arról volt szó, hogy vagy a Porosnex uh, ikont, vagy a Regifted Amumu ikont fogjuk kiszedni, de igazából mivel van 92 cukorkánk, ezért így az összeset ki tudjuk. Úgyhogy szépen el is kezdjük. Itt van a poró. Aztán megyünk az amumura. Nagyszerű, és megyünk a következő kettőre, ami egy 12-es mizes kalács. És végül egy hatos pingvines. Ikon, és még maradt 14 cukorkánk. Amivel sok mindent már nem tudok mit csinálni. A poró király ládát, ezt nagyon sajnálom, hogy nem így gyűlt össze több. De január 16-ig még lehet venni esetleg ládát. Meglátom majd, hogy vegyek-e még egy kisebb pakkot. Hát, ha kapok még egy poró király. Ö, lát a darabkát, és akkor azt is max kinyitom videóban, még nem tudom, srácok, mert most nagyon-nagyon sok mindent költöttem. Illetve ha már itt tartok, akkor elmondom nektek, hogy összegyűlt az 50 ezeres feliratkozó streamre való játékoknak a listája, amit, ö, amiről majd csinálni fogok egy külön videót, de ez szerintem érdemes lenne így kapásból elmondani nektek, hogy mivel várlak titeket. Tehát, hogyha minden igaz, ezen a héten hetedikén lesz a stream, ez még nem 100%-ig biztos, várjátok meg a tényleges bejelentő videót. Uh, ahol majd el fogok mondani mindent az egész streamről, de a játéklistát az gyorsan elmondom, hogy amiket én szereztem, van egy Cségó, amit egy néző ajánlott fel, van két Forestünk, kettő HZ és a HZ jegynek a King of the Kill verziója, tehát amivel én is játszom, de direkt olyan játékokat uh, akartam én is vásárolni, amiket én is szeretek meg, tehát amivel tényleg egy jó játéknak tartom. A Cségót jó játéknak tartom, ha bár én nem játszok már vele, um, de ezt felajánlásból kaptam, úgyhogy ezt is mindenképpen beledobtam ide a kis közösbe. Aztán a, a legnagyobb játék az pedig az uh, Overwatch, amit kedves Jason ajánlott fel nekünk, aki ugye egy, egy moderátor is a streamen, úgyhogy neki is nagyon szépen köszönjük. A Emellett pedig még, amit a Riottal sikerül lebeszélnem nyereményjátékot, ami még nincs tisztázva, hogy pontosan mi, de ők is beszállnak valószínűleg ebbe az egészbe, úgyhogy nagyon is fannak fog kinézni majd az 5000 ezre stream, de erről majd csinálni fogok egy bejelentő videót. Most ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a Riot, ha, meg, ha tetszett nektek, akkor rövidítek mindenképpen egy lájkot. és Srácok, ebben az évben is köszönöm, hogy az előző évben is, és remélem a következő évben, az ebben az évben is velem tartatok és leszünk minél többen, meg stb. Úgyhogy pacsi mindenkinek, és Sziasztok!